a Túri Olvasókör Egyesület és a Közösségi Ház szervezésében Dalok a múltból címmel táncdalfesztiválok dalai fognak felcsendülni az elkövetkezendő percekben. Honnan jött a rendezvény ötlete? Ez az ötlet egészen pontosan a nyáron született meg, amikor a fellépő művészeket a vízi színpadon Szarvason megismertük. Egyébként ez a rendezvény kapcsolódik az általunk egész évben működött Nosztalgia délutánhoz, ami tulajdonképpen erről szól, hogy egy picit vissza a múltba, arról, vagy ahhoz, ami tetszik nekünk, akár zenébe, akár irodalomba, és ezt próbáltuk most velük megvalósítani, mikor megtudtuk, hogy ők egy ilyen műsorra rendelkeznek, akkor nagyon szívesen hívtuk őket. Tehát így született az ötlet, hogy akkor megpróbálkozunk ezzel. Mit tudhatunk azokról a művészekről, akik ellátogattak ide mezőtúra és előadást fognak adni a résztvevőknek? A két színművész, a Liszi Melinda és Nagy Robert, ők a Jókai Színháznak, a Békésőben Jókai Színháznak a színművészei. Tudni kell róluk azt, hogy hihetetlenül sok oldalú mind a két színész, és remekül tudnak előadni akár zenés, dalos, táncos előadásokat is, de nagyon szépen szerepelnek drámai művekben is. Szerencsém volt több olyan fellépéseket is látni, akár a nyár folyamán, akár pedig a Jókai Színházba Békéscsabán, amelyek arra juttattak bennünket, hogy hívjuk meg őket, és legyenek itt velünk, töltsenek velünk egy délutánt. Nagyon remélem, és ismerve a két színésznek a képességeit, hogy egy nagyon szép délutánunk lesz. A Jókai Színház színművészei látogatnak el mezőtúra a mai napon, és a táncdalfesztiválok dalai kapják majd a főszerepet abban a műsorban, amit megtekinthet a közönség. Milyen dalok fognak felcsendülni, mivel készültetek? A Tánzal Fesztivál döntős dalai lesznek ma, tehát a Szécsi Pál, Aracki, Mari Zsuzsi, ugye Melinda fog énekelni majd női dalokat, én pedig férfi dalokat, és milyen dalok lesznek még, Melinda? Kós például. Hát ezek elég ütős dalok, nem hiába nyertes dalok, úgyhogy elég sok energiát vesznek ki belőlünk, mind lelkileg, mind hangilag, úgyhogy egy jó kis kemény csokor összeválogatás ez, tehát úgy tényleg a krémjéből. Úgyhogy reméljük, hogy jól fognak szórakozni, viszont pont azért, mert nyertes dalok, ezért szerintem mindegyik dalnak a szövegét tudni fogják, főleg az idősebb generáció, és velünk is szoktak énekelni sokszor. Honnan jött ennek a műsornak az ötlete? Fú, mi sokat jártunk idősek otthonába, idősek világnapjára énekelni, és már ott is hozzányúltunk ezekhez a dalokhoz, és akkor utána összeültünk Melindával, és jött az ötlet, hogy miért nem csinálunk egy kifejezetten táncdalfesztiválos csokrot. És akkor utána hazamentünk mind a ketten, és elkezdtem MTV1-es felvételeket nézni, még eredeti táncdalfesztiválokat, és akkor az alapján, arra a koncepcióra felhúzva építettük föl ezt a műsort is. Eddig milyen volt a fogadtatás a közönség részéről, ahol előadtátok ezt a műsort? Hát többnyire szeretik. Nyilván, hogyha idősek otthonában vagyunk, ott valóban tudják a szöveget, és velünk együtt énekelnek, hisz ez az ő időszakuk, az ő korszakuk, az ő fiatalságuk, tehát a tévé az akkoriban főleg erről szólt, a kultúra és a szórakozás. Ezek a táncdalfesztiválok akkor igen nagy névvel futottak. És azt vettük észre, hogy viszont érdekes módon például egy falunapon, ahol elég vegyes a környezet, tehát hogy a közönség között egészen kis babától kezdve időskorig találhatunk embereket, hogy azt mondom, hogy a mi szüleinken kívül azért a fiatalabb generációk is ismerik ezeket a számokat. Tehát azok a dalok közül, amiket például én énekelek, azt hiszem, hogy egyre vagy kettőre mondtam Robinak, hogy én ezt nem ismerem. De 90%-ban épp ezért könnyű is volt megtanulni a dalok szövegét nekünk is, mert hogy ezek azért fülbe mászó dallamok, és valahol az embernek eszébe jutnak ezek a sorok. Tehát, hogy ott, mélyen ott ülnek. És ez szerintem lehet, hogy ránk is úgy ragad, hogy a szülőkön keresztül. Úgyhogy most még talán azt az időt éljük, amikor a fiatalabb generáció is tudja élvezni. Nem tudom, hogy mondjuk 20 év múlva az akkori fiatalság mit fog elszólni, hiszen ők már nem nagyon tudnak szerintem erről a korosztályról, de pont ezért hirdetjük az igét, mert ezek nagyon értékes dolog, és nagyon jó lenne, hogyha benne maradnának a köztudatban.
És hát az előadás sikeressége ott is visszaköszön nekünk, ugye, hogy volt olyan alkalom, vagy volt olyan hely, ami már kétszer is meghívott minket, ugyanezzel a műsorral. Tehát ezt kérték, hogy ugyanezt akarják még egyszer. Pedig ott... felajánlottunk mást is, és mégis azt mondták, hogy ők ragaszkodnak ehhez a műsorhoz, mert hatalmas sikere volt, és kérik. A közönség kéri, hogy szeretné még egyszer ugyanezt a műsort látni, hallani. Említetted, hogy felajánlottatok mást is. Milyen műsorokkal járjátok még az országot? Hát van egy hármasunk, például a Régi idők mozia, talán ez a legfrissebb összeállításunk, ami filmdalok igazából, tehát abból vettünk ki dalokat, és az egész egy ilyen titkárnőnek az archív pakolásából jön az egész előadás, hogy ő neki ezekről adatokat kell bevinnie. És akkor ő emlékszik vissza igazából erre az időszakra, és mi mindig, mint egy ilyen hologram a mozivászonról megjelenünk az ő környezetében, ahol csak ő lát bennünket. Emellett a Jókai Színházban is játszatok, milyen darabokban láthat benneteket a közönség? Hát most Melindát majd hamarosan látják a tangó, Nozsek tangójában. De előtte már... még a Légy jó, mint halálinknak van mint a bemutatója. Van jövő héten. Pénteken. Igen, de közben már próbáljuk mindketten a Diótörő és Egér királyt, ami majd november 25-én kerül bemutatásra. Tehát dolgozunk ezerrel. Ott is. Karácsonyig elég sűrű lesz a program. Úgyhogy lehet jönni színházba Békéscsabára. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük.